A kapuvári Kisgyér László hieroglifákkal és a magyar rovásírással foglalkozik szabad idejében. Képes több ezer éves kőtáblákra vésett írásjeleket, vagy éppen az egyiptomi képírást elolvasni és értelmezni. A világ számos országából megkeresték, hogy segítsen lefordítani az utazások során lefotózott írásokat. Érdekes következtetésekre jutott a rovás, illetve a hieroglif írások elolvasása után. A Pácai iskolában tanultam, aztán Győrben textilipari középiskolában folytattam, majd a Győri Hittudományi Főiskolán okleveles hitoktató végzettséget szereztem, sokáig főállásban tanítottam, majd az apácaira etikát, majd kereskedelmet is tanultam. Hát most a kereskedelemben üzletvezetőként dolgozom. És hol tanított? Különféle általános iskolákban, itt Kapuváron a környékén, és hosszabb ideig a Kapuvári Katolikus Általános Iskolában. És ott volt hitoktató. Igen. Mikor ismerkedett meg ezzel a különleges tevékenységgel, hiszen ma már rovásírást olvasni nem olyan egyszerű dolog, ezt valahol meg kell tanulni, vagy éppen a hieroglifákat? Körülbelül 2008-ban kezdett el érdekelni, de előtte is voltak már olyan utalások, előző iskoláimban voltak olyan tanárok, akik megemlítették, hogy például olyan kutatók is vannak, akik a sumér népet Szemúrnak olvassák. Majd volt, aki megemlítette azt, hogy a magyarokkal rokon népek éltek azon a vidéken, amit termékeny félhódnak nevezünk. Aztán abban az időben nem nagyon lehetett erről beszélni, de az úgy megmaradt bennem, és amikor az interneten ezek a dolgok hozzáférhetővé váltak, akkor elkezdtem őket, hát közel 9 évet tanulmányozni, és rájöttem, hogy ha leírom a rovásjeleket, mellé írom mai betűinket, ha azt összeolvassuk, akkor az értelmes ómagyar nyelven, tehát a nyelvújítás előtti régies kifejezéseket föl lehet benne ismerni, és össze lehet olvasni. Ugyanígy a hieroglif jeleket is olyan módon olvasom össze, hogy lemásolom az írásjeleket, melléírom mai betűinket, és hogyha ezt bárki, nem csak én, az interneten keresztül össze tudja olvasni, akkor magyarul a rovás és hieroglif olvasata, ha értelmes, ne tegyünk úgy, mintha nem lenne értelmes. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy jól tudjon akár olvasni a hieroglif jeleket, illetve hát a magyar rovásírás jeleit, hiszen ilyen írásképek ezek végül is, és az alapján kell összerakni a mondatot. Hát az ősi magyar rovás és a hieroglif is mással hangzós írás, a megfejtése nehéz, mert a magyar nyelvbe más magánhangzók behelyettesítésével más szót és értelmet kapok. Lehet egy olvasatnak több értelme is, én félreteszem, és mondjuk egy hónap múlva újra megnézem, hogy hát, ha másképp is tudnám értelmezni, tehát kicsit hosszabb idő telik el, mielőtt fölkerül az internetes honlapra. Például az R jelét olvashatom ár, er, úr, ra, rá, ré, ugyanígy minden más alhangzót lehet többféleképpen hangzósítani. Tehát a véleményem az, hogy a korabeli író meghagyta az utókorban élő olvasónak az értelmezés szabadságát, és több olvasat is lehet. Például, ha a babot szedték, vagy a papot szitták, a hieroglif ugyanazokkal a jelekkel írja le, és a szövegnek az értelme határozta meg, hogy melyiket illeszük a mondatba. Mikor jöttek az első sikerélmények, amikor már nem tudott olvasni különböző írásokat, akár rovásírásra gondolok, vagy a hieroglif írásokat. Mikor voltak az első pillanatok, amikor érezte, hogy most már értem, hogy miről van ott szó? Hát először az interneten azt olvastam, hogy a tatárlaki korongokat 5500 évesre becsülik. Hát azt mondtam, ezt nem hiszem el. Aztán azt is, hogy az egyiptomi írás 1000 évvel fiatalabb, és ennél fiatalabb 1500-2000 évvel a sumér ékírás. Úgy gondoltam, hogy hát aki nem hiszi, az járjon utána, és amikor egy régi írással írt szöveggel állok szemben, az első dolog azt megállapítani, hogy hol kezdődik a szöveg, honnan kell az olvasást elkezdeni, és milyen irányba haladva kell azt folytatni. Aztán eltettem egy dossziéba ezeket a papírokat, és jött az ötlet, hogy lehet honlapot nyitni, tegyük fel, hát ha valakit érdekel, és hát olyan sikerek születtek,
hogy a Magyar Rovásírás Leletek című honlapon, ez két honlap, mert egy honlapnak a kapacitásában nem fér bele, 630 ezer szer kerestek rá, most 2017 májusáig. A hieroglif írás honlapra pedig a 340 ezer rákeresést meghaladtuk. Kinek tudott ön segíteni az elmúlt években ezzel a tudással? Igazából azok az olvasók, akik így interneten keresztül megkerestek, ők küldenek képeket, hogy találtam egy régi képet, vagy könyvben, vagy valahol kirándultunk, például Egyiptomban, vagy éppen olyan olvasó volt, aki Londonban él, és ő kapott olyan fotókat. El tudom-e olvasni ezeket a jeleket magyar nyelven? És ha el tudtam olvasni, akkor ezt visszaküldtem nekik, és fölkerült az internetre is. És hát elég szerény emberek, néhányan azt kérték, hogy névtelenül maradjanak, másoknak írtam a nevét, hogy például ez vagy ez az úr küldte Londonból. Ugye itt a különböző érdekességekre is érdemes rákérdezni, hiszen azért itt volt gondolom olyan, akár egy írás, vagy egy olyan fotón, egy kőtábla, ami akár több ezer éves, nem tudta az illető elolvasni, és önnek ez sikerült. Igen, magyarul érthető nyelvemlékek kerültek elő, hát nem csak a Kárpát-medencéből, hanem a Földközi-tenger melletti partvidékről, Mezopotámiából és a termékeny félhold területéről, és ugye az egyiptomi hieroglifírást azt pedig már említettük, tehát feltételezhetjük, hogyha magyarul kőbe véstek olyan dolgokat, amit most is megértünk, valamilyen létszámú hun vagy magyar törzs élt itt. Itt vissza tud emlékezni, hogy mi volt abban az írásban, vagy miről volt szó ott, hiszen azért abból lehet mondjuk az életkörülményekre, vagy egyáltalán arra, hogy kik is voltak azok következtetni. Hát az egyik a sábai kőtábla Krisztus előtt 7. század körül második sarukkin, vagy mondhatjuk így, hogy Szárgon asszír király évkönyve megemlít egy uralkodót, amit úgy ír a Wikipédia lexikon, hogy Jásza Amar, amit összecseng a jász magyar szavunkkal. És azt is írja a lexikon, hogy Almaga hold Isten tiszteletén éltek. Vagyis ha Almagyar volt a hold neve, és el tudom olvasni a kőtáblát, akkor úgy tűnik, hogy volt ott egy, nem tudjuk megbecsülni ilyen távolságból, mekkora magyarul beszélő nép, akinek kőtáblán írták ki az információkat. És érdekesség, hogy van almagyar település a mai Magyarországon Egerben, aminek egy része dombra épült, és elgondolkodtató az Eger név is. Ahogyha rovással leírom, akkor az égúr szó is benne van, persze az Egér vagy az Égerfa szó is ugyanígy benne lehet, ahogy mondtam, hogy más magánhangzók behelyettesítésével. Viszont ez a kőtábla említ egy olyan istennevet, ami ismétlődik a Kárpát-medencében, például Eger környezetében ott van Bélkő, Bélapát falvánál, és egy másik kánoáni istennév volt Bál vagy Bél, és a magyarok ma is hát Bált rendeznek, ami egy táncos mulatság. Elgondolkodtató, hogy itt milyen múlttal rendelkezünk. Az eredeti szöveg olvasata nehéz, olyan nehéz az ómagyar nyelvet, mint ahogy a Homérosz Odüsszeiát olvasnánk, vagy Katona József Bánkbányát, ezért a mai szavainkkal mondom az értelmét. Habur abirák, magyar papkirály birtokán, a magyar nap atya vizét isszák. Jobb az, aki a vizet a kútnál adja. Az úr benn a házban van, ott kell elszámolni a víz árával. A kútban Bál a víz istene lakik, ő adja a vizet és az életet. A térségből több lelet is előkerült, egy olvasón küldte a négyszögletes képet, hogy van-e rajta valamilyen értelmes szöveg, néhány betűt lát rajta. Én lemásoltam az írásjeleket, mellé írtam mai betűinket, és így látom, hogy honi köd, tehát köved, Bél képe. Tehát úgy tűnik, hogy nem a kő az Isten, de Isten Bál Bél néven szólították. És a Kárpát-medencében ismétlődik ez a név Bálványos, Bélapátfalva, Bakonybél, Balatonszemes, és hogyha a sumérokat említettünk, szétszedem a nevet Bál, otthon és a Szemes. A kutatók Szemesnek nevezik a sumér napisten nevét,
Úgyhogy itt is van valamilyen összefüggés. És a Balaton, ezt egy másik kutatónál olvastam, összecseng a Bál otthon szóval, tehát valamilyen ősi törzsek, meg nem tudjuk határozni milyen régi időben, Bál otthonnak is nevezhették azt a területet. Ugye érdekes a rovásírás, mivel a magyarok honfoglalás előtti időszakában használták, illetve hát olyan kommunikációs eszköz volt, ami a 21. század elején olvashatóvá válik, tehát bizonyos dolgokat ki tudunk deríteni ebből. A rovásírás felfedezése, illetve különböző írásoknak a felfedezése, ez folyamatos, tehát keresi ön is a különböző írásokat? Igazából én már nem keresem, most is kaptam a hétvégén 2 képet, hogy mi a véleményem róla, hát majd alkalommal válaszolok rá. Most még nem volt időm végig tanulmányozni, hogy az az írás magyarul van-e. Mint ahogyan most a latin betűket használjuk, elképzelhető, hogy használtak olyan betűt, amit nem tudunk elolvasni, mert más nyelven íródott, mint ahogy mondja, magyar nyelven latin betűt használunk, és nem rovást. Viszont a rómaiak előtt az etruszkok voltak egy olyan nép, akikről rengeteg írás fönt maradt. Ha visszatérek egy kicsit a magyarokhoz, arról van információ, hogy mióta használhatták a rovásírást a magyarok? Hát más kutatókra tudok csak úgy hivatkozni, hogy ha a tatárlaki korongoknak jól becsülték a korát, és azon rovást fedeztek fel, akkor 5500 évvel ezelőttig, és valószínűleg István királyig folyamatos lehetett ez. De azt is feltételezzük, mivel vannak kutatók, akik Erdély múltját kutatják, hogy ott Erdélyben a fejedelmek védelme alatt végig megmaradt a rovásírás. Ugye, mert ez a Magyarországon, akár hogyha a történelmi tanulmányainkat nézzük, mintha a kereszténység felvételével eltűnt volna úgy, ahogy volt, tehát kevés nyom maradt. Ön ezt meg tudja erősíteni? Tehát találnak még rovásírással kapcsolatos nyomokat Magyarországon? Igen, és ezeknek a publikációit, amit nem fába véstek, mert az valószínűleg az elporlat, amit kőbe véstek, azokkal én elolvastam, de nem foglalkoztam, mert akik lehetett, ők már azt közzétették az interneten. Ön említette, hogy Erdélyben a fejedelmek védelme alatt ez tovább élt, tehát több olyan lelet kerülhetett elő, vagy kerül elő Erdélyben, ahol ugye rovásírással írnak, vagy írták le, hogy mi történt abban az időszakban. Hát most csak azokra a kutatókra tudok hivatkozni, akik ezt írták az interneten, igen. Talált érdekességeket azon a területen, vagy küldtek önnek érdekességeket? Nem, inkább a Földközi-tenger medencéjéből és a termékeny félhó területéről küldtek. És ön ezt tovább kutatja? Tehát érdemes ennek utána nézni, hogy ugye annyit tudhatunk a történelemből, hogy a törzseink közül, akik bejöttek a Kárpát-medencébe, a jászok például délről érkeztek, tehát lehet, hogy éppen ők érinthették azt a területet, mert ugye nomádokként óriási területeket bekalandoztak. Igen, és ugye érdekes volt ennek a Szárgon Sarukin királynak a neve, hogy Jásza Amar, tehát a jász nevünket említette. Tartott ön előadást akár a tudásával kapcsolatosan valahol itt az elmúlt időszakban, megismertette a környezetét a hieroglif, illetve rovásírással? Nem tartottam, föltettem az internetes honlapra, és hát nekem nagy örömet szerez, hogyha azt látom, hogy ezen a napon 200-an, ezen a napon 3000-en böngészték a leleteket. És általában a böngészők közül néhány érdekességet hol találhatók ők itt Európába, vagy az Egyesült Államokba, Ausztráliába, tehát ugye világ minden tájáról bekukkanthatnak az interneten keresztül. Igen, Ausztriából is küldtek hieroglif feliratot, de a legközelebbi hozzánk az etruszkok, és egy krónikából, ha szabad idéznék, egy Viterbói Gottfried nevű krónikája 1185-ben azt írja, abban az időben, amikor Éneász Trója lerombolása után Itáliába érkezett, két másik trójai fejedelem, az ifja Priamus, a nagy Priamusnak unokája, 13000 emberrel a régi Magyarországra érkezett. Itt pedig nagyvárost építettek, Szikamriát, őket erről a helyről szikambriusoknak nevezik. Hát a magyar vonalat ezt nem nagyon tudtam interneten kutatni, de az, hogy Éneász Trója lerombolása után az ő eredet mondájukban az van,
hogy átutaztak Kerthegyre, amit most Kartágónak neveznénk, akinek az első királynője Didó volt, és ezzel a Bél névvel összecseng az ő apjának, Béla föníciai király lányaként vezeti ezt a várost. Innen áthajózott Éneász társaival Itáliába, és ez az Etrusznak, vagy Hét úrnak nevezett nép alkotta meg az első magas kultúrát a Római Birodalom előtt. Az országot nevezik Etrúria, Hetrúria. A térképe, ha ránézünk, Tirrén tenger, de a Tirheni, társhoni embernek is tudjuk érteni, mint egy társulat, akik oda elköltöztek. És miután Róma elfoglalta a városaikat, érdekes a vonal, hogy egy társulat elköltözött, mert ő nem bírta a római uralmat, és megalapították, úgy tudjuk, hogy Türingiát, és ide jött el Szent Erzsébet, aki 1207-ben született Sárospatakon, és második András magyar király lánya volt, és itt történt Eisenachban, Warburg várában a legenda szerint a kenyerek rózsává változtatása, és az ő bátyja volt IV. Béla néven magyar király. Valaki megküldte Tutanhamon Kanópusz ládájának, meg több leletének a képét is egyszer csak. A Kanópusz ládának, amiben ugye a szerveinek az edényei vannak, a hieroglif jelek lehetnek olyan jelek, aminek a hangértékét összeolvasva értelmes mondat jön ki. Például azt képírásnak is mondhatnánk, a láda sarkain ember alak van, a szöveg oszlopra mutató kéz állapota, a marka a ma szótag, ha a karja a kar szótag, a felkarja pedig az SS hieroglif jelére hasonlít, az ember alak a hieroglif írásban mindig úr, akkor makarok ura, feltételezhetjük, hogy összecseng a magyarok ura ez elnevezéssel. De ebben is kételkedjünk, mint mindenben, hogy jól olvastuk-e. Hát ki a magyarok ura, megmondja a szöveg. Mivel ezelőtt már több királycímet átírt a mai betűinkre, hát nem csodálkozom rajta, mai szavainkkal így ír. A két oszlopot föntről lefelé olvassuk, először a jobb oldalit, utána a bal oldalit. Jó magyar trón, honura itt, hunok, magyarok nagyura életének edényei ezek. A bal oszlop, fő trónodnál hunok, magyarok ura képe, nagy főura, ez a fáraó szó, nyugati napúr, Isten trónján nap képe, népe ura. Tehát feltüntették a temetkezési helyen, hogy kiknek az edényei ezek, és egy fáraónak többféle királycíme volt, de most más királycímeket nincs időnk megemlíteni. Azonban azt is olvastam, hogy voltak nem csak hunok magyarok, hanem kusok is, akiket egy másik kutató fekete magyarokként azonosít, és a fekete magyarok ura is ő volt. Ők élhettek Goshen földjén, amit Kos helyének, vagy Kusnak neveztek, és Etiópiában is volt Kus föld, de volt Sertéshun tartomány, volt Fekete Kanán széke, és volt Bakhon is, és ez a Bakhon összecseng a mi bakony szavunkkal, ahol szintén a sertés és állattartásnak régi hagyományai voltak. Ön beszélt olyan szakértőkkel, szakemberekkel az elmúlt időszakban, akik ezzel foglalkoznak, és mondjuk tudományosan elismertek, kapcsolatot tart ön olyan emberekkel, akik ezzel foglalkoznak? Olyan embernek néztem meg az előadásait, aki ezt a témát kutatja, de inkább még én közérthetően próbálom leírni, ő meddig tudományosan. Egymást nem kerestük, de elolvastam, és meghallgattam az internetről az ő előadásait, nagyon jó előadások, és ajánlom mindenkinek, hogy megnézze. Küldde egyik olvasónk, ha az ókori hitről, hogy úgy neveztük el, hogy a napbárka emlékköve, amin sólyom van, ugye mindenféle állatot ábrázoltak, és a leggyakrabban a sólymot, ami hasonlít a mi turulmadarunkra. A leletekből következtetni tudunk, hogy mégis az egyiptomiaknak milyen hitük és elképzelésük volt a túlvilági életről. Két részre bontom, a felső részben azt látjuk, hogy ott van a sólyom, beírtam az írásjeleket, de mai szavainkkal a sólyom az élet ura.
átviszi a bárkán a földi életből az éghonába, az oltalmába ajánlott két imádkozó elhunytat. Az alsó résznek az írás jelei, föntről lefele olvassuk. Napúr, fogadd az égbe ma, itt van egy törés a szövegbe, trónod hazájába hon urait. Magyarjaid a halál honába mennek. Országunk urai útja a föld honába szállba, szent honba, kik meghaltak. Aztán nem csak a vallásos, hanem a mindennapi életről is vannak leletek. Szintén egy olvasónk küldte, második Mentuhotep Tébának volt a királya, Krisztus előtt 2050 körül. Mit iszik ez az uralkodó, le tudjuk-e róla olvasni? Hát én úgy látom, hogy ez egy sörözés jelenete. A szolga fejénél levő szöveget lemásoltam, mellé írtam jeleinket. Ezt írja, most eredetiben mondom, nagy király ez hun néped ura. Tehát nagy király ez a hun nép ura. Nézzük a következőt. Ez sör a iszik, ad Anna szolga. Tehát ezt értjük most is. Ez sört iszik, adja neki a szolga. Hát ilyen érdekességek jönnek elő Egyiptomból, és közel 200 leletnek vannak hasonló olvasatai. A továbbiakban mi lehet önnek a célja? Hová lehet ebbe eljutni? Van-e valamilyen elképzelése a jövőt illetően? Hát, hogyha betelik ennek a honlapnak a kapacitása, akkor már többet úgy gondolom, hogy nem szükséges közzétenni, csak a Facebookon, a magyar rovásírás leleteken, mert ez egy akkora több száz oldalas összeállítás, hogy az érdeklődők nem fogják tudni elolvasni. A Facebookon az egyik évben azzal foglalkozunk, hogy mondjuk két naponta fölteszek egy-egy ilyen megfejtett rovásleletet, akiket érdekel, ott megtalálják ezen kívül. Egy másik évben, a tavalyi évben pedig a hieroglif leleteket vettük végig az év során. Aztán olvasóktól jött olyan megkeresés, hogy nem elég, hogy csak a leletek ott vannak, többféle vallású ember él most is Magyarországon, és elmondja, vagy megírja az ő véleményét, és javasol ilyen-olyan kiegészítést. A rovás leletek oldalnak a második része ezeket tartalmazza, ott hivatkozunk, főleg a Wikipedia lexikon, ami a legjobban elérhető, vagy mások írásaira is, hogy ezeket miképpen magyarázzák. Én nem csak a magyarázattal szeretnék foglalkozni, engem főképpen az érdekel, hogy azt a szöveget el tudom-e olvasni, így a magyarázatot a történelem során képzettebb emberekre bíznám. Azonban az utolsó képünk a Sphinxnek a képe, és ezt már tévéműsorokban is elmerték mondani, hogy a Sphinxet most is Abu Hunnak nevezik, ami azt jelenti, hogy Hun atya. Tehát hinnünk kell, hogy munkánk mások hasznára lesz, és akkor is, hogyha elbizonytalanodunk, mert olyan dolgokat olvasunk, amit hát számunkra is hihetetlen. Például Tébáról olvastam, hogy Fehérvár uralkodója. És ez számomra hihetetlen volt két évig, most tavasszal küldte el egyik olvasónk, hogy a kutatók kiásták Téba Fehérvár falait. Tehát volt ott egy Fehérvár is, aminek ilyen falai voltak, ami összecseng a Magyarországon levő Nándorfehérvár, Gyulafehérvár, Székesfehérvár szavainkkal. Ez nagyon érdekes így összességében, illetve van-e arra mód, hogy akár Kapuváron későbbiekben ön, ha megkérik, erről beszéljen akár előadásban, vagy akár a gyerekeknek néhány érdekességet, hiszen azért a rovásírási, illetve a hieroglifírás is azért egy nagyon érdekes dolog tud lenni. Hát eddig nem hívtak, de hogyha valakit érdekel, akkor ha megkeres, akkor megbeszéljük, hogy miről legyen szó, és ha van kedve, akkor ki is választhatja, hogy melyik leletekről beszéljünk. Köszönöm beszélgetést! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!